Sziasztok, ez itt a Beszélnünk kell podcast. Én Détót Kriszta vagyok, és itt van velem állandó beszélgetőtársa, Morvos Noémi, klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi! Szia, Kriszta, sziasztok! Szerkesztőnk Filákovics Radojka nevében is köszöntünk benneteket a VMN stúdiójából. Hát a mai témánknál nincs pusztítóbb, nincs felemelőbb, emberibb és egyetemesebb, intimebb és grandiózusabb. A szerelemről fogunk beszélni, Noémi. Igen, igen. <laughs> Legyen egy kicsit jó nekünk. Még akkor is, ha rossz. Na, szóval, hogy itt jönne most egy irodalomból, vagy a dráma művészetből vett idézet, de egyszerűen úgy éreztem, hogy nem lehet elég jót választani, mert hiszen az egész irodalom, vagy a nagy része a szerelemről szól, meg a drámák. Üm, inkább maradjunk a tudománynál. Helen Fisher, amerikai antropológus, akit fogunk még emlegetni mai adásban. Azt mondja, hogy az eddig felfedezett 170 különböző emberi társadalom mindegyikében találtak a tudósok a romantikus szerelem létére, megélésére utaló nyomokat. Szóval a szerelem nagy valószínűs valószínűséggel egyidős az emberrel. És ha csak a mi nyugati kultúránkat nézzük, már pedig most nézzük azt, mert hogy a mi szerelmeink itt születnek a nyugati kultúrában, elképesztően sok mítosz veszi körül a szerelmet. És ezekkel a mitoszokkal már egészen pici korunkban találkozunk. Ugye kezdjük például azzal, hogy jön a királyfi, vagy megtaláljuk a királylányt, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Igen. Mennyi hazugságot tartalmaz ez a mondat, Noémi? Azt szoktam mondani, hogy na, innen lennék kíváncsi a folytatás, hogy mi történik addig, amíg men, meg nem halnak, és erről nem szólnak a mesék, és tényleg ezzel ezeken a meséken növünk fel, amik ott végződnek, ahol egyébként az életünk, a közös életünk el szokott kezdődni. Megtaláljuk egymást, és akkor történik az, ami történik, de ez olyan mélyen át van itatva, legalábbis az elvárásaink olyan mélyen át vannak itatva ilyen illuzorikus elvárásokkal, ami komolyan megter a párkapcsolatunkat. Na igen, erre, erre akartam kiukadni, hogy, hogy mit okoznak bennünk ezek a mítoszok, amelyeket már eléggé kiskorunktól fogva, gyakorlatilag majdnem, hogy születésünktől fogva a bőrünk alá masszíroznak. Milyen terhet tesznek a párkapcsolatokra ránk, az elvárásainkra? Egyáltalán tanulható-e az, hogy milyen a szerelem? Vagy tanulható és, ugye, ahogy mondom is, hogy gyakorlatilag az evolúcióval együtt belénk Bennünk hmm. van. Szóval, hogy hát honnan tanulható, jön ez az egész. Hanem tanulnunk kellene róla Aha. nagyon sokat, hogy helyettesítsük ezeket a csodálatos elképzeléseket magával a valósággal, hogy megértsük azokat a folyamatokat, amik egyébként végbe mennek bennünk, mert különben tényleg ezek a mítoszok itatják át majd az elképzelésünket arról, hogy mi is fog történni akkor, hogyha megtaláljuk a párunkat. És hát mik ezek az elképzelések? Hát például az, hogy megtaláljuk, és onnantól kezdve minden változatlan lesz. Megtaláljuk, Megvan. és onnantól kezdve egy ilyen hatalmas nagy megértésben, hevesen lángoló szerelemben, elképesztő intimitásban és fantasztikus szexualitásban lesz részünk örök élet három napig. A másik nagyon izgalmas és nagyon sok párkapcsolatot komolyan megterhelő elképzelés, ami szintén téves, hogyha szeret a másik, akkor kitalálja, hogy mit gondolok, hogy mire vágyom, hogy nem is kell elmondani, mert ő Olvas a gondolataimban. De, hogy, hogy ideje lenne egy kicsit közelebb kerülnünk a valósághoz, annak érdekében, hogy aztán jól navigáljunk a párkapcsolatainkban. És mi a helyzet a nagy ő mítoszával? Ugye ez egy ilyen, ha jól tudom, akkor egy ilyen jungi gondolat például az, hogy mindenkinek van egy másik fele. Amit, a, ami, amire az akár rá lehet lelni, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas gondolat. Mint még előbb, ugye igen. Még, még ennek van egy előzménye, egészen Platonig megyünk vissza, aki a lakomában írja azt a történetet, hogy valamikor mi emberek egyek voltunk, négy lábú, négykezű, kezű lények, és egy ilyen teljes ilyen szimbiózisban élt ez a két lény egymással, és ebben a szimbiózisban nyilván nem voltak kielégítetlen szükségletek, hiszen, hiszen minden tökéletesen működött. És aztán jött Zeus, és elirigyelte ezt a nagy szimbiotikus csodát, és ketté hasította az embereket, és onnantól kezdve keressük a másik felünket vagyis évezredek óta keressük mi a, a, szerelemnek a titkát, meg, meg annak a titkát, hogy hogyan lehet jól együtt lenni. És nagyon izgalmas, hogy igazából az életünk is egy ilyen szimbiózisból indul el. Egy olyan egyesülésből, ö, ha csak nézzük a hímival sejtet és a petes sejtet, ahogy azok egyesülnek, onnantól kezdve ugye azt gondoljuk, hogy egy ilyen csoda történik, és valóban egy csoda történik, amit úgy hívunk, hogy élet. De az első tapasztalatunk is valami olyasmi, hogy ott élünk valakiben szimbiózisban halljuk, vagyunk az anyánkkal. Így van, halljuk a szívdobogását, minden érzelme, amit ő megél, az, az ránk is hat, hiszen a véráramon keresztül folyamatosan részesülünk az ő élményeiben, vagyis tényleg van egy olyan alaptapasztalatunk, amit aztán később keresünk, nevezetesen, hogy az egy, az tulajdonképpen kettő, illetve a kettő, az tulajdonképpen egy. Köszönöm a beszélgetést. Nem. Mert hogy akkor meg is, meg is, válaszoltuk, hogy tulajdonképpen mindannyiunk az anyami, mindannyian az anya, vágyunk vissza, és nem kevesebbet várunk a leendő szerelmünktől, mint hogy ezt az érzést ezt a biztosítja. A Na ugyan most Ugyan ezt már köszönjük szépen. Nekünk. Ezt én fölteszem a kezem, hogy soha életemben nem fogom tudni mondjuk a saját gyerekem kilenc hónapos élményénél tovább, vagy másnak biztosítani. Na, de visszatérve egy picit komolyabb vizek, de bocsánat, de na. hogy ide kapcsolódik az, ami kapcsolódik egy, egy kapcsolódjunk, kapcsolódjunk. Igen. Igen. Na, hogy hogy az már Teljesen végre valami olyanról beszélünk, amitől kinyílik a szívünk, na jó. Igen. ez Igen. Szóval, hogy a szerelem elején, az első időszakban, hogy tényleg megtörténik az, ami... Ami nagyon hasonló élmény ahhoz, amit az élet elején megélünk, nevezetesen az, hogy az agyban vannak olyan területek, amik azért felelnek, hogy érezzük, hogy el vagyunk különülve a másiktól. Hogy vagyok én és vagy te, és, és hogy közöttünk bizony van egy határ. Na most a szerelem legelején valami. Csoda történik az agyban, mert ez a terület, ennek az aktivitása, ez lezuhan, vagy, vagy leáll szinte. Tehát akiben szerelmes vagy, ott tényleg nem érzékeled a határokat, tényleg azt hiszed, hogy hát szinte egyek vagyunk. És, és ilyenkor vannak azok a pillantok, amikor te is, te is úgy szereted, te is azt gondolod, te Kitaláljuk is találjuk akartál, így, én igen. is pont, jaj, ugyanakkor küldtük el egymásnak az üzenetet, és ez ráerősít erre az élmére, aminek tényleg az agyban ott megvan a, a maga kis megfelelője. Szóval, hogy nagyon érdekesen kitalálta ezt a természet, hogy hogyan hozza össze a két embert. Evolúció célja az az utódnemzés, és ennek érdekében alakította ki azokat a folyamatokat, hogy két ember találjon egymásra, és mindenféle kritikai elemzés nélkül akarjon együtt lenni. És erről szól a szerelemnek ez a kezdeti időszaka, és aztán utána jönnek más életfeladatok egyébként is, tehát amikor megtörtént az utódnemzés, és akkor viszont már ez a, ez a mámoros állapot jó, hogyha alább hagy, és ezt jó lenne, hogyha mi is értenénk, hogy ez egy természetes folyamat, nem pedig a szerelem elmúlása, nem arról van szó, hogy a másik kimutatta a fogafehérjét, <laughs> és a többi, mint amit egyébként megváltozott, megváltozott <laughs> hanem hogy eltelt az az idő, Szak, aminek pont az volt a célja, hogy nagyon megerősítse a párnak az összetartozását, képezzen egyfajta ilyen aranytartalékot a későbbiekre, és aztán innentől lehet tovább evezni az életben, hiszen a szerelem és a párkapcsolat sem egy, egy adott dolog, hanem egy folyamat, amiben értelemszerűen és természetszerűen vannak változások. Aztán persze ez a fajta. Hogy mondjam, ennek a kezdeti ö, teljes szimbiózisnak a, a vége óhatatlanul akkor is bekövetkezik, persze, hogyha nincs utódnemzés, mert ugye... Tehát nem. Hogy persze, <laughs> de Tehát, hogy a szerelemnek a kémiai szakasza, úgymond, az véget ér, sőt, azt mondják, ezt le is utatták, hogy nagyjából a szakemberek szerint másfél-két évig tarthat. Így van. De ezt azért elég sok helyen elmondják, elég sok helyen lehet olvasni, és, és tényleg nehéz kikerülni ezt az információt. És mi mégis újra és újra úgy megyünk bele a szerelmekbe, hogy na ez örökre így marad. Tehát, hogy van valamiféle öm, zsigeri ösztönös vágyunk és késztetésünk arra, hogy becsapjuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy na majd most, most tovább fog tartani. Legalábbis körülnézek. Ezt látom magam körül. Hát mert annyira jó az elején, <laughs> hogy azt <laughs> szeretnénk tartósítani természetesen, és ez, ez, érthető is. És attól, hogy rengeteg információ hozzáférhető, az nem azt jelenti, hogy azzal tudunk is mit kezdeni. Mert amikor tényleg ebben a mámoros mm, állapotban vagy, akkor most őszintén, hát érdekel téged, hogy mi lesz két év múlva? De hogy érdekel? Azzal, hogy mi van két év múlva nagyjából, hogy már nem akkora a hív, azzal elég akkor szembesülni, viszont akkor meg jó, hogyha elő tudod venni azt a korábban egyébként már már számodra is hozzáférhető tudást, hogy itt most nem katasztrófa történik, hanem egy természetes folyamatot éltek meg mind a ketten. Ugye nézték azt, hogy milyen szakaszai vannak egy párkapcsolatnak. És az első szakasz, ez a, ez a mámoros állapot, ez a szimbiózis szakasza, ami arra szolgál, hogy kialakuljon a mi érzés. Hogy az a két eddig önállóan bolyongó ember, az valahogy létrehozzon egy új egységet, egy új képződményt, ami, ami a párkapcsolatuk, hogy létrehozzák ezt a mi élményt. És ehhez igenis minden hormonnak, minden érzésnek, mindennek összefelé kell terelni az emberek hogy, hogy, hogy ez meg tudjon történni. Hogy a másikat ne idegentként éld meg, hanem azt érezd, hogy igen, hát 7 millió ember, vagy 7 milliárd ember van ezen a földön, na de ő, ő az az egyetlen, aki, aki nekem kell, akivel én egy, egy miben tudok létezni. Ö, és aztán, amikor ez megtörtént, és megszilárdult, akkor természetesen jönnek más életfeladatok már. Akkor, akkor ugye általában a párkapcsolatban is, ugye, hogy a családalapításról beszélünk, akkor már egy olyan időszakban vagyunk, amikor már kell, hogy valahogy a saját életünket is Tudjuk menedzselni, hiszen, hogyha mindig ebben a mámorban élnénk, akkor valami kevés esélyünk lenne arra, hogy a saját pályánkkal, karrierünkkel, munkánkkal tudjunk foglalkozni, hiszen nem igazán érdekelne minket, mert ebben a, ebben a felfokozott tudatállapotban kizárólag a másikkal lennénk elfoglalva. És ebben az időszakban, a második időszakban kezdjük el a saját határainkat megint felismerni, megint tudatosítani, illetve újra tanulni. Hiszen ez már egy egy újfajta én határ tudatosítási időszak, mert, a, mert ekkor már tartozunk valakihez. Tehát az énből megyünk a szimbiózisba, és aztán megyünk megint egy picit az énbe, ami már más, mint amikor teljesen függetlenek és önállóak vagyunk, és és egyedül élünk. De ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a miből kezdjünk el egy picit kijebb jönni, és magunkra irányítani ö, a fókuszt, annak érdekében, hogy amit magam megélek, ami, amit, ö, ami mondjuk csak rólam szól, mondjuk a karrierem, a munkám, a saját barátaim, hogy abból tudjak majd energiát, visszatölteni. muníciót visszatölteni a mibe. Teh Tehát ez is egy nagyon fontos időszak. De aki például szorongóan kötődik, ő nagyon nehezen viseli ezt az időszakot, amikor azt látja a párján, hogy egy picit kifordul ebből a nagy egységből, és elkezd már megint intenzívebben magára figyelni a saját életrészére. Viszont ahogy mondom, ez. ez nagyon fontos ahhoz, hogy hogy ne ürüljön ki a kapcsolat, hiszen amikor mindig csak egymást látjuk, és nem látjuk a külvilágot, akkor egy idő után hát elunjuk ezt a látványt. Úgyhogy kell, hogy kibenjünk a közösből, a világban is ö, megforduljunk, tevékenykedjünk, és aztán mindazokat a sikereket, élményeket, tapasztalatokat, amikre ott szerteszünk, azt vissza tudjuk hozni a, a mibe. És természetesen ez oda-vissza működik, hogy egy jól működő párkapcsolat az energetizál egyébként is, az segíti a kreativitásunkat, az, az feltölt, az, 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 egyszerűen élettelibbé tesz, amit tudunk hasznosítani a munkánkban is. Amúgy ugye a bevezetőben említett Helen Fishernek egy, egy kísérlete, vagy kutatása, jut erről eszembe, hogy ennek az egész romantikus szerelemnek a folyamatáról, meg az áramlásáról és a különböző arcairól, és szakaszairól. Ő, ő egy tedelőadásában mesélt arról a meglehetősen nagyszabású kísérletéről, amelyben emeri vizsgálatoknak vetett alá a csapatával friss szerelmes kapcsolatban élőket, frissen szakítottakat, és olyan párkapcsolatban, hosszú távú párkapcsolatban élő párokat, akik, mint amilyen, 20-25 éve együtt voltak. És arra voltak kíváncsiak, hogy biológiailag, az agyukban mi történik, amikor, amikor beszélgetnek velük az érzelmeikről, illetve stimulálják őket. Most a friss szerelmeseknél az valószínűleg nem, nem fog meglepni senkit, hogy a dopaminért felelős központ aktivizálódott, a jutalmazó központ aktivizálódott, ahol ugye a vágy, a motiváció, a fókusz, a sóvárgás, és egy egészen a mondjuk a kokainhoz hasonló, vagy valami hasonló kábítószer jellegű hatás képződött az agyban. A frissen szakítottaknál, és ez már izgal, még izgalmasabb, hogy ugyanott aktivizálódtak a, a központ, az agyi központok, csak még jobban. Tehát amikor elvették tőlük frissen a vágyuk tárgyát, a sovárgásuk tárgyát, lásd, addikció és, és különböző szerek, akkor még erősebben vágyták, és még erősebben aktivizálódott ez a veszteség nyereség központ, annak az elemző központja és a kockázatvállalásokért felelős központ, ami mondjuk megmagyaráz például nagyon sok olyan, olyan, bűncselekményt akár, vagy olyan, olyan agresszív tevékenységet. Ez Igen. És ami, egy, ami egy, túlságosan, én, az én ízlésemnek túlságosan eufemizált kifejezés Igen. ahhoz képest, hogy az micsoda gyakorlatilag, Igen. és milyen, milyen bántalmazásokhoz vezethet. Nem is szeretem, amikor egyébként a sajtóban például szerelemféltésnek, vagy akár rendőrségi riportokban. Mert ez megint egy ilyen, így van, tehát hogy félre tolja. A Romanticizálják az agressziót, így meg az abúzust. De szóval nagyon érdekes az, hogy mennyire a, a kábítószerhez hasonló a, a szerelemnek a hatása, és hogy ugye mindig több kell, és az elvonási tünetek is jelentkeznek. Pontosan. Ezért mondjuk azt, hogy a szerelem egy ilyen őrült állapot, ami tényleg hasonlít arra, mint hogyha belennénk drogozva, mint nem is önmagunk vagyunk szinte, hanem elkezd minket irányítani ez a, ez a hihetetlenül mély és az emberi működésünket átrendező érzés, amikor tényleg a másik kerül a fókuszba, és akarod, akarod, és még többet akarsz, és megszállottan gondolsz rá, és amikor megnézték, hogy egy szerelmes az mennyit gondol a másik, akkor kiderült, hogy a napi gondolatainak 85-90 százaléka az a másikról szól. Magyarul tényleg megszűnik. Jó is az. Igen. De hogyha már és egy és jó, két... hogy vége van, megkülem, mert De hogy ez hiszem, fárasztó, hogyha most belegondolsz, fárasztó. vagy a, az emlékeiden visszakeresed az utoljára. Bár hogy nem érted a fáradtságot. Nem, persze. ezért a motivációs ö, De ezért, központ is olyan igen. szinten aktiválódik, hogy ö, hogy én nem is érzed, hogy alig alszol, hogy beszélgetnek ugye a szerelme amikor nekem van szerelmes páciensem, akkor meg se érinthető egyébként ilyen komolyabb témák kapcsán, Komolyan. Mert, mert olyan állapotban van, hogy ott aztán nem fogadja be. Nem fogadja be. nem fogadja be. be. Nem fogadja egyébként, a, ugye Platont idézted, nekem is van egy Platon idézettem ideírva, hogy a szerelem istene a szükségben lakozik. Hmm. Mert ugye ez a, ez a szükség, ez a vágy, ez a sóvárgás, ez a, ez a ide minden, minél nagyobbat a másikból, és még nagyobbat akarok befalni belőle, Üm, és hát csillapítani kell és sosem elég. Szóval, hogy igen, de hogy visszatérve erre a kísérletre, ugye a harmadik csoport, a, a 20-25 éves kapcsolatban élőknél, és nekem ez volt valahogy a legszebb ebben a kutatásban, hogy, hogy, amikor az velük beszélgettek a másikról, meg a másik a kapcsolatos érzéseikről és élményeikről, akkor azt látták a tudósok, hogy, hogy újra aktiválódik. Tehát, hogy aktiválódik ugyanaz a rész, ugyan, az agyban, ami a friss szerelmeseknél. Tehát, hogy ilyen van. Hogy, lépezik, hogy létezik. ilyen. Van. Hogy létezik sok tíz, tíz évvel későbbi szerelem is, ha nem is úgy, mint az első másfeledik évben, vagy második évben, de hogy, hogy képesek ugyanazok a területek aktivizálódni. Így van. Ugye? ez izgalmas, hogy elhisszük-e, hiszünk -e az örökké tartó szerelemben, vagy sem. Te hiszel? Én abszolút. Igen. Romantikus vagy egyébként? Igen, igen, én romantikus vagyok. És azt gondolom, hogy ha jól találkozunk, egymással, akkor, akkor erre tényleg van esélyünk. Hát hiszen ez a kutatás is ezt bizonyította, hogy létezik olyan, hogy két ember hosszú évtizedeken keresztül is megőriz valamit a tűzből, a lángból, és tudod miből? A kíváncsiságból. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a legnagyobb dolog, ami, ami segít összetartani két embert, hogyha kíváncsiak tudunk lenni a másikra e, folyamatosan és, és rendíthetetlenül, amikor tudni akarom, hogy, Honnan jössz te haza? Mi történt veled kint a nagyvilágban? Milyen érzések? És nem a, nem a konkrétumokra vagyok kíváncsi, hogy kivel beszéltél, és mennyit, és mit intéztél, és befizetted-e, és megvetted-e, hanem hogy ki voltál te ma odakint a nagyvilágban? Milyen hatások értek? Milyen érzések zajlottak benned? Mitől féltél? Mi lelkesített? Mesélj, 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 mert tudni akarom. És hogyha valakihez így mész haza, hogy ő kíváncsi rád, akkor az olyan motiváló erő tud lenni, hogy ami, ami össze tud tartani két embert, ami egy közösséget össze tud kovácsolni. És azt látom, hogy ez marad el egyébként a kezdeti szimbiózis, a kezdeti mámor után ide nem tudunk átlépni. Ugye a szimbiózisban azt keressük, ami összetart, hogy ügyete is így, ügyete is úgy. Ebben az időszakban, pedig a későbbi időszakokban már, meg különösen egy ilyen hosszú távú kapcsolatban már nem azt keresem, hogy, hogy hogyan illeszkedünk, hanem a másikra egyfajta ismerős idegenként nézek. Tudod, mi jut erről eszembe az, hogy, és bocs, hogyha ez most egy kicsit megöli a romantikáját ennek a beszélgetésnek, de az, ez, ez a kicsit olyan, mint amikor hazajön a gyerek az iskolából. És hogyha a sablon kérdéseket teszed föl valódi Igen. kíváncsiság nélkül, hogy mi volt az iskolában, amit tette lebére akkor persze, hogy az a kis kamasz megrendítja a válasz, és az mondja, hogy válát, és az mondja, hogy semmit. semmi. Meg hogy mit tudom én, valami főzelék. Ö, és aztán, hogyha, hogyha valódi érdeklődéssel, specifikumokra, érzésekre kérdezel rá, hogy megbántotta -e valaki, minek körültél a legjobban. És meg na megint olyan edmegleves volt az iskolában. Akkor Igen. már ugye benne vagy abban az érzésben, ami egyébként az övé, hogy ja, Istenem, a legtöbb gyerek ugye utálja az, az iskolai menzét, menzát, meg az edmegleves. Igen. És akkor már, már az érzéshez kapcsolódsz, és nem csak egy ilyen sablon beszélgetésszerű valamit akarsz indítani, amiből ő is érzi, hogy igazából le akarod tudni a, nem tudom én, szülői kötelezettségedet, hogy na, megkérdeztem a gyerekemtől, hogy mi van vele, és igazából nem is vagyok rá kíváncsi, mert magammal vagyok elfoglalva a saját feladataimmal, meg azzal, hogy legyünk túl az esti rutinon, és mindenki hagyjon engem békén. Ami persze, hogy érthető, hogy időnként így érezzük magunkat, sőt, nem is időnként, az idő nagy részében a legtöbben így érezzük magunkat, mert túlhajtjuk magunkat. És és mire már hazaérünk, addigra már kiégtünk, elfolyt minden, libidónk, érdeklődésünk, minden, amit, amit adni tudtunk, azt már odaadtuk a kint lévő időszakban, már másoknak elosztogattuk magunkat, és mire hazamegyünk, nem marad belőlünk semmi, miközben oda kellene még valamit úgy, hogy rezerválni a napból, hogy jó, most akkor nem vagyok annyira kedves, most akkor nem hívom még fel azt is, most akkor nem intézem még el azt is, mert most megóvok valamit az energiámból, annak érdekében, hogy amikor hazaérek, akkor legyen még mit adnom. Most ez, amiről most beszélsz, ez pontosan az, amit az általam. Egyébként egyik leggyűlöltebb ilyen mítoszkötője a közhely, ez a dolgozni kell a kapcsolaton. Tehát ettől farra mászom, mert hogy annyira sokat mondjuk, és közben annyira nem teszünk meg, és semmit, meg nem tudjuk, hogy miről beszélünk, de ez gyakorlatilag az. Hát ez az, hogy ez tudatos a tudatos folyamat, a, amiről beszélsz. A, a, a dolgozás, a munka, meg nem tudom, én ahhoz ilyen, ilyen negatív kellerzések igen, igen, kapcsolódnak, igen, igen. és én, én sem szeretem ezt, amikor azt mondják, hogy dolgozni kell. Hát egyrészt megfoghatatlan, másrészt meg izzadságszagú. De a kíváncsiság könyörgöm nem izzadságszagú. A vágy az nem izzadságszagú. Az, hogy mit látok az otthonomba, hogy egy olyan helyet, ahova tényleg már a megfáradt énemet viszem, vagy egy olyan helyet, ahol egyébként én is fel tudok töltődni, és a másikat is tudom tölteni, és ez mindannyiunknak jó lesz, az, az ugye nem mindegy. Hát csak itt most ugye megint arról van szó, hogy itt nekünk befele kell nyúlni energiáért, meg, meg kíváncsiságért, meg azt fel kell magadban Ébreszteni, és nem benne felébreszteni valamit, hanem magadban felébreszteni Tehát Hát ugye mindig az a legkönnyebb, hogy a másikra mutatok. Mit nem kapok meg tőle, mit kellene, hogy megadjon nekem, hogyan kellene, hogy viselkedjem, hogy nekem jó legyen, és ez nagyon gyakran egyébként a párterápiában is egy komoly téma szokott lenni, hogy hogy én értem a hiányokat, amiket összegyűjtünk a a másikkal való kapcsolatunkban, de vajon mi mennyi hiányt teremtünk az ő oldalán. És azon tudunk változtatni. Az, hogy ő mit ad, meg mit nem ad, azon nem tudok változtatni. De ha én elkezdek változni, és azt mondom, hogy úristen, hát én is rengeteg hiányt teremtettem eddig az ő oldalán, most elkezdem ezeket valahogy pótolni. És adok neki figyelmet, és adok neki törődést, és adok neki valami fajta kedvességet, amit eddig nem adtam, vagy már egy jó ideje nem adtam, mert már elfáradtam, és már elegem volt, akkor érdemes megnézni, hogy akkor ő mit csinál. És én azt látom, hogy, hogy nagyon jól reagálnak az emberek a törődésre és az odafordulásra, a kedvességre, arra, a, egyszerűen a jóra, amit a másik ad nekik. Én nagyon ritkán látok, vagy hogyha elutasítást látok, akkor az azért van, mert már nagyon sokára jutunk el odáig, hogy hoppá, fel kellene ébredni, és tényleg kellene valamit investálni ebbe a kapcsolatba, és nem csak azt nézegetni, hogy úristen, mennyi minden hiányzik belőle. De akkor van, hogy úgy után mondjuk hozzád egy pár, hogy már menthetetlen, hogy, hogy valamikor még menthető lett, lett volna, hogy lett volna visszafordulás. Mondjuk azt látod a kanapédon, hogy én közhelyesen fogalmazzak, hogy le, ott ül az a két ember, és azt mondod magadban, hogy passzus kulcs, de jó lett volna, ha nem tudom, egy évvel ezelőtt jöttök, mert akkor még lehetett volna veletek valamit kezdeni. Ezt ők van is ilyen? elmondják egyébként. Aha. Egyébként elmondják, akár egyéniben jönnek, akár párként volt olyan beszélgetés, mondjuk párként, amikor az egyik fel azt mondta, hogy késő, hogy ő évekig várta a másikat, és, és szeretett volna, és kért, és próbált. Tehát jelezte, 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 mondta, és írta, és csinálta, és nem tudom, amit ami csak, ami csak tudott, és, és a másik nem hitte el, hogy ennek a kapcsolatnak vége lehet. Tehát készpénznek vette, és hát ez, ez azért jellemző, nem? Ez, ez egy jellemző ügy. Ezt akartam pont mondani, hogy ez nagyon jellemző, hogy, hogy elkezdünk birtokviszonyban gondolkodni onnantól kezdve, hogy letesszük egymás mellett a voksunkat, összeházasodunk mondjuk, és azt mondjuk a férjem, a feleségem, ez már egy birtokviszony. És hogyha ez működteti a kapcsolatot, hogy hát te már az enyém vagy, megszereztelek, ergo nem kell érted tenni semmit, akkor, 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 bizony előfordulhat az, hogy egy idő után olyan távol kerülünk a másiktól, hogy már nincsen visszaút. Jó, de közben az, hogy a férjem meg a feleség, amikor az ember friss házas, akkor azt olyan jó kimondani. Persze, persze. Sokan de mondják. hogy, hogy Mit gondolok a férjemről, meg a feleségemről, azt, hogy ő, őt ápolni kell, őt, a mi kettőnk kapcsolatát gondozni kell, vagy azt gondolom, hogy ja, hát innentől kezdve, hát ő az enyém, és ások kap a Nem Hát, ahogy ezt mondani Nem szokták, mindegy, ugye? hogy a saját, kvázi, most ér, érs jól idézőjelbe is teszem nagyon, hogy a saját birtokomat azt hogyan kezelem szeretettel, gondoskodással, odafigyeléssel, vagy azt mondom, hogy hát én ide kitűztem a kerítést, körbepizsiltem a területet. Hát pontosan, és innentől kezdve az történik rajta, ami csak történik. Ha már bírtok viszony, akkor, akkor eszembe jut Eszter Perel, kedvenc párterapeutánk, akit szoktunk idézni ebben a műsorban, aki szerint nem a romantika az egyetlen mozgató rúgója romantikus szerelmeknek, a szerelmi kapcsolatoknak, hanem a hatalom ugyanolyan fontos szerepet játszik, és hogy nagyon sok a hatalmi játszma ezekben a viszonyokban? Hát persze, hát az emberi kapcsolatokban egy alapvető dolog a, a, hatalom, hogy ki kontrollál, kit, ki irányítja a másikat, ki van, kinek van nagyobb ereje, ki hat arra, hogy mi fog történni abban a, abban a, közösségben, ami mondjuk akár lehet egy párkapcsolat. Szóval a hatalom az nem csak a párkapcsolatban, hanem az emberi kapcsolatokban játszik egy nagyon fontos szerepet. Én ezt értem, csak hogy ahogyha a szerelem egy, egy ilyen, egy ilyen Önmagunk odaadása és feloldódása másikban, másik lényében így indul, akkor hogy szökik oda be a hatalom, meg a hatalmi játszmák, meg Mert, hogy a hogy Erről kapok. is van tapasztalatunk, hogy hogyan vagyunk egymással, hogy aláfölé rendeltségi viszonyok vannak a kapcsolatokban, és ezt hozzuk otthonról. Ez, ez az érzelmi örökségünknek egy része vagy mondjuk mellérendelő kapcsolatokban is tudunk létezni. Ez ritkább egyébként, azért azt látjuk, hogy a hatalom megoszlása az az, 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 ritkán kiegyensúlyozott, tehát hogy valami fajta kis elcsúszások azok, Aki mindig azok, a másiknak? azok, azok rendre megfigyelhetőek. Van, aki kifejezetten azt szereti, és úgy tud jól működni, hogyha azt érzi, hogy, hogy a másik irányít, átveszi a döntéseknek a terhét, mert hogy olyan dolgokat vetít rá arra, hogyha valaki nem tudom, én ilyen hatalmi figuraként viselkedik, ami mondjuk neki a biztonságot adja. Tehát ugye ilyen is létezik, hogy te mondd meg, te dönts, mert nekem az, az jobban esik, én akkor érzem jól magam, és ezzel ezzel önmagában nincsen probléma. Akkor van probléma, hogyha mondjuk van valaki, aki szeretné kvázi a hatalmat gyakorolni, és ez nem feltétlenül egy negatív dolog, tehát hogy ez a én vállalom a döntéseknek a, a, a felelősségét, Ilyen is van, de hogyha a másik meg ezt nem akarja, tehát akkor, akkor van probléma, hogyha két olyan ember kerül össze, aki, aki, szeretné a döntéseket meghozni, aki szeretné az irányítást erősebben gyakorolni. Hogyha ha ez így egyensúlyban van, tehát hogy két ember kiegészíti egymást, jó, jó komplementer párok, akkor ezzel nem szokott probléma lenni. De olyan is van, hogyha két mondjuk dominánsabb típus adja veszi a hatalmat. Tehát, hogy a... Hogyha ez, hogyha ez harmonikusan zajlik, és van, amiben te döntesz, te dominálsz, az életünk más területén pedig én, az, az úgy rendben van. Akkor van baj, hogyha folyamatos hatalmi játszma alakul ki egy párkapcsolatban, és hát ez is nagyon gyakran előfordul, amikor ezek általában rejtettek, ezek a játszmák nincsenek kimondva, hanem ugye a felszín alatt történik, és akkor az egyik fél lehet, hogy nyíltan törekszik a dominanciára, míg a másik egyfajta ilyen passzív, agresszív módon, kevésbé látványos és lehet, hogy annál hatékonyabban próbál ellenállni, és próbálja tudom én, aláásni a másik hatalomgyakorlási törekvését. És mondjuk, hogy manifestálódik ez egy, egy olyan párnál, aki mondjuk eljut hozzá? Tehát, hogy milyen, nyilván nem úgy mennek oda a párok, hogy, hogy látens módon lezajlik, vagy zajlik köztünk ez a, ez a hatalmi harc, és, és hogy ezt akarjuk rendbetenni, nem ennek vannak tünetei. Tehát hol siklik félre a felszínen ilyenkor a párkapcsolat? Persze, mondok egy, egy példát erre, hogy például a férfi nagyon dominánsan próbált irányítani, próbálta a párkapcsolatot irányítani, amivel szemben a nő tehetetlennek érezte magát, és, és ezzel, a, ezzel a rejtett ellenállással próbált valahogy kivonódni a, a, a döntéseknek a, a súlya alól. Tehát, hogy így megvétozni a férfinak a döntéseit. Amiből aztán ugye a férfi azt érezte, hogy hogy a, fér, a, a nő nem kommunikál nyíltan, csak valahogy mindig keresztbe tesz Manipula, minden vagy így... döntésének. Igen, és akkor Kavar. ebből lettek ilyen veszekedések, Aha. de ezek sem voltak nyíltak, mert ebből is a nő folyamatosan kilépett ezekből a veszekedésekből, jaj, hagyjál már, és nem lehetett megbeszélni, hogy igazából mi zajlik. És aztán a beszélgetések során derült ki, hogy, hogy a nőben ott van a félelem, hogy, hogy egyszerűen ez a férfi elnyeli őt hogy neki volt egy nagyon kontrolláló apukája, és ő igazából a, a férjben valahol az apját vélte felfedezni, akinek gyerekként, mivel ő egy nagyon domináns, nagyon autoritár apa volt, nem mert ellent mondani, viszont ott volt benne a vágy, hogy, hogy valami fajta kontrollt ő is gyakoroljon, és amikor a férjével ugye összeházasodott, jellemzően egy nagyon hasonló párra lett, mint amilyen az apukája volt, ez egy gyakori dolog egyébként, hogy hozzá megyünk a, 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 ahoz a szülőre, nagyon az ellenkező szülőre nagyon hasonlító ha. párt szoktunk választani, jellegzetesen, és akkor azt látta, azt látta, hogy megint csak ebben a gyerekkori szerepben van, megint nem volt bátorsága kimondani, hogy én ezt nem szeretném, viszont már megvolt ugye a felnőtt Ényjének az a képessége, hogy szépen így kis valahogy így, így, mint egy angolna így csúszson. És akkor van hát rengeteg a... veszekedés, é, ugye éven, ennek az eredménye. Igen. Van ennek a pandantja, akár az én ismeretségi körömben is van olyan, hogy a, hogy, hogy a nő dominálja a férfit. Ez a papucs jelenség, amit ugye úgy szeretnek bélyegezni, főleg egymás között a férfiak. De hogy, hogy alapvetően, hogy az van mindig, amit ő, ő akar, és hogy ő, ő manipulálja úgy a dolgokat, hogy gyakorlatilag teljes irányítás, leuralás. Hát általában hisztivel, szeretet megvonással, szex megvonással. Igen, ezek a játszmának a komoly részei, amikor mindannyian tudjuk, hogy a másiknak mi fáj legjobban. És akkor azt megpróbáljuk elvenni tőle, és a, azt azt kivenni a kapcsolatból, annak érdekében, hogy, hogy rávegyük valamilyen fajta viselkedésre, döntésre, cselekvésre. Ö, hát ennek, ennek, ennek is a, a, a vége, az általában vagy a bíróságon, vagy hat, ha még van esély, akkor előtte a párterápiás rendelőben <laughs> uh -huh. szoktak ugye megjelenni ezek a párok, akik, akikkel aztán nagyon érdekes beszélgetéseket folytatunk, mert kiderül, hogy igazából egy nagy adag önismereti hiány áll mind a két oldalon a, az eset mögött, és nem tudják, hogy amikor benne vannak egy-egy helyzetbe, a számukra milyen érzelmi jelentést hordoz. Mert mindig ez a kérdés, nem az a kérdés, hogy mi történik a felszínen, hanem annak mi az érzelmi jelentése. Tehát, hogy soha nem az eldobott zoknikon, a nem elmosogatott, a nem a mosatlanon veszekszünk, nem azon, hogy most akkor elmegyünk -e a hegyekbe kirándulni, vagy sem, hanem ezek a helyzetek valami érzelmi Ér, tehát egy valami fajta, valamit szimbolizálnak, ami, ami számunkra érzelmileg nagyon jelentős dolog. És amikor ezt felfejtjük, akkor szokott megtörténni a katarzis, hogy a két ember elkezdi önmagát is jobban érteni, meg a másikét is. Hiszen egy-egy adott helyzet mindannyiunkat a legfájóbb pontunkon, tehát egy konfliktusos helyzetben, azt látjuk, hogy mind, mind a két fél a legfájdalmasabb pontján érintődik meg, de erről nem tud. Fogalma sincs. Igen, erről eszembe jut a, ö, megint csak Eszter Perel, aki ezt úgy hívja, hogy a sebezhetőség ciklusa, hogy a vitás helyzetekben gyakorlatilag mindig ugyanaz a koreográfia, tök mindegy, hogy mi a vita tárgya. Igen. És hogy, hogy, az figyelhető meg, hogy úgy vitáznak a párok, hogy mindenki a saját sebezhetőségét próbálja elfedni, és a másikat próbál, a másik sebezhetőségére megpróbál rá szúrni. ez van, megy és kölcsönösen. Közben, azt látjuk, hogy általában Két egymásra rímelő sebzettség találkozik a párkapcsolatokban. érdekes. Hogy... Ez milyen vonzás, hát... sok törvénye, úgymond. Igen, valami ilyesmi. Azt szoktuk mondani, hogy bemész egy emberekkel zsúfolt terembe, és ott is sikerül kiválasztanod azt, aki lehet, hogy a legtávolabbi sarokban áll, de tökéletesen rímelni fog a te korai sérülésedre, és akivel újra tudod játszani azt, ami egyébként a gyerekkorodban történt. Hát, hogy ez micsoda valahogy a tudattalanoknak az összekapcsolódása, amit lehet persze kutatunk jobbra-balra, hogy a vonzás törvénye hogy is működik, de azt gondolom, hogy mindig lesznek olyan részek, amiket nem fogunk tudni letapogatni. Az emberi lélek misztériumai. Ö, minden esetre a, én, én valahogy úgy, úgy érzem, hogy, hogy ugye a fájdalmunknak, te is azt legalábbis ezt mondod, ha jól értem, hogy a fájdalmunknak mindig van egy kontextusa mi magunk az, hogy mit hozunk, hogy, hogy hogy, hogy sérültünk, hogy, hogy a szüleinktől milyen mintákat kapunk, és ezt a kontextust kell tudni értelmezni, és ezt a kontextust szeretni, vagy ezzel a kontextussal szeretni bennünket, és akkor talán akkor van esély arra, hogy Hát első körben nagyon fontos lenne, hogy tisztában legyünk a saját sérültségünkkel, a sérüléseinknek a természetével. A kötődési mintázatunkkal. Ez azt hiszem, hogy hogy szinte elengedhetetlen ahhoz, hogy jól tudjunk működni aztán egy pár kapcsolatban. Nyilván, hogyha az ember olyan szerencsés, hogy egy, egy biztonságos környezetben nőtt fel, ami nem fizikailag volt biztonságos, hanem ténylegesen tudott egy biztonságos érzelmi élményt adni a gyermeknek, akkor, akkor sokkal egyszerűbb dolga van, mert akkor jól van a saját bőrében, akkor képes autonómiára, de ugyanúgy képes kapcsolódni, akkor elfogadja a másiknak a közelségkeresését, bírja az ő igényét arra, hogy most legyünk együtt, de azt is el tudja viselni, hogyha a másik egy picit, picit maga biztonságosabb időszakra vágyik, vagy éppen mással van elfoglalva, mint ő. Az ilyen embereknek nyilván sokkal-sokkal-sokkal könnyebb, ezt látjuk is, a kutatási eredmények is ezt erősítik meg, hogy egy biztonságosan kötődő embernek, aki gyerekkorában ezt élte meg, sokkal harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb, mélyebb tud lenni a párkapcsolata is, hiszen a gyerekkori minták azok nagyon-nagyon erősen felfedezhetőek a párkapcsolatunkban is. Jó, és az embereknek a mekkora százaléka jön teljesen szuper, Kevés, biztonságos kötődésből? Igen. igen, igen. Szóval igen, azért. Igen, 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 az biztos, hogy sokkal kevesebben e, e, ilyen szerencsések. Hát most, hogyha számokat kell mondani, akkor szerintem körülbelül 30 százalék, oh, aki tud biztonságosan se. kötődni. Igen. Mennyire gyakori az, hogy azzal a problémával, problémával, szól azzal a Helyzettel fordulnak hozzád párok, hogy hát a vágy, hát az kiújt. Hát szóval nem, nem tudjuk összehangolni, hogy ő többször akar én, szer vagy vissza, vagy a másik irányba, vagy hogy egyáltalán nem vágyunk rá, és hogy hát hol van a vágy, ami ekkor átszakította a plafont. Hát elég gyakori, különösen a gyerekvállalás utáni időszakban megfigyelhető az, hogy hogy történik egy ilyen nagy átalakulás. Ez is arról szól, hogy a miből a, valahogy történik egy átrendeződés, bejön egy, egy harmadik kistag, és neki valahogy helyet kell találni, és miközben ez a helytalálás zajlik, meg a, a gyerek körüli teendők zajlanak, a gyerek van a fókuszba, gyakran megélik azt a párok, hogy átalakul a szexuális életük, és ez sok konfliktusnak lehet a forrása. Hogyha erre is például a, a szülés felkészítés során e, nagy hangsúlyt fektetnének, azt hiszem, hogy ez is e, tudna sokat segíteni abban, hogy ez egy olyan elviselhető időszak le, legyen, ami ne kifelé vigye a párokat a kapcsolatból, hanem felkészülten fogadják ezt, a, ezt az áthangolódást, ezt az átrendeződést. Igen, csak nagyon nehéz az, hogy, hogy az ember letegye az anya funkciót, vagy az apa funkciót a hálószóba küszöbre, és, és ott, ott, ott bent valahogy más legyen meg, hogy valahogy, akik napközben vagyunk. Hát ez meg, nehéz, de ez meg, is nehéz, tudod? Tehát amikor a, az... A, az hát az azért mondom, igen, tehát mellé bekerül egyetbe, amikor egy új szerepet kell integrálni az életbe, az soha nem egy egyszerű feladat, nekünk se. Tehát amikor egy nő anyává válik, akkor a nő, a lány, a nem tudom, mi az a rengeteg szerep, amit egyébként visz az, az életébe, az még kielé, kiegészül ezzel a nagyon-nagyon-nagyon fontos és mindent átrendező szereppel. Tehát, hogy önmagunkba és elképesztő komoly átalakulások és változások zajlanak, miközben a párunkban is, és közben a kapcsolatban is. Tehát, hogy Érthető, hogy, hogy ilyenkor valami, ami a legkönnyebben mondjuk kihagyható dolognak tűnik, az mondjuk megsínli ezt az átalakulási folyamatot, de ha erre tudatosan készülünk, akkor azt gondolom, hogy, hogy talán csökkenteni lehet annak a traumáját, mondjuk adott esetben, hogy úristen, akkor a szexualitás az, az hova lett az életünkből, hogy akkor lehet, hogy nem is kell feltétlen, vagy nem is, hogyha ha erre eleve készülünk, akkor talán nem is tűnik el olyan drasztikus mértékben az életünkből, mint hogyha erre nem készülünk. Szóval, hogy... hogy én erre is azt tudom mondani, amit mindig elmondok, hogy tudatosság nélkül nem fogunk tudni egy ennyire komplex életet menedzselni, mint amit a modern ember él. De nem csak abból a kapcsolatból múlik el a vágy, vagy múlhat el a vágy, ahol gyerek van. Hát természetesen nem csak abból múlik el, vagy múlhat el a vágy, bármilyen kapcsolatból elmúlhat. Hát ez is egy jó kérdés, hogy. A millió dolláros kérdés, hogy vágyhatunk-e arra, ami a miénk? Ö, igen, hogyha az a valami, az újra és újra meg tud újulni. Ugye a túlságosan ö, nagy közelség egy idő után, hát ez olyan, mint amikor újra és újra megkapod a kedvenc ételedet. Mondjuk én nagyon szeretem a somlóit. Ugye minden nap somlóit. Tuszkolnának le a torkomon, egy idő után azt mondanám, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Tehát az ember az valahogy mindig vágyik az, az újdonságra, és hogyha a jó dolgok folyamatosan elérhető közelségben vannak, és semmit nem kell érte tenni, akkor, akkor az elveszíti az értékét. Szóval, hogy ezt, ezt látjuk, hogy, hogy az izgalom, az újdonság az. Az energetizál, az kialakítja azt a biokémiai állapotot, ami mondjuk szükséges ahhoz, hogy, hogy egy ilyen stimulált állapot kialakuljon, és úgy hívjuk, hogy vágy. Úgyhogy amikor arról beszélgetünk mondjuk párokkal, hogy hogyan lehetne visszahozni a párkapcsolatot, ugye ez az újra romanticizálása egy kapcsolatnak, akkor az újdonság az, az egy nagyon fontos eleme ennek az újra romanticizálódási időszaknak. Amikor azt mondom a pároknak, hogy tessék elmenni és kipróbálni új dolgokat. Na, de milyen új dolgokat? Menjünk bele, mi az, hogy... Tehát, hogy az a közhely, amit mondjuk a filmekben látunk, hogy bemegy az asszonka vesz egy új fehér neműt, és szexi, és nem szokott piros csipkébe lenni, de most vörös csipkébe várja az uraját otthon. Szentékosan használom ezeket a szavakat, és sarkítok. Szóval, hogy itt... Hát, ha ez -e nagyon kimódolt, akkor ebből egy ilyen nevetséges <laughs> helyzet tud lenni. Hogy ez, ez, ez Hogyha ez, ez ilyen, ilyen spontán és kellő rafinériával Minden. van felvezetve, akkor ez lehet egy nagyon izgalmas dolog. De én nem feltétlenül rögtön a szexualitásnál kezdeném, hogy ott próbáljunk ki új dolgokat. Hát csak én úgy kezdtem a ke kérdést és hogy ki, ki, tehát hogy a vágy az az erotikus vágy ö, is. Nyilván, vagy hát mondjuk nagyon sok... Sokszor... Közös, közös új élmények, uh -huh. ami eddig nem volt. Ez lehet egy esti séta, hogy azt mondom a páromnak, hogy most akkor menjünk el, és sétáljunk egyet. Ö, vagy most megmasszírozlak téged, és nem kell feltétlen, hogy annak annak szex legyen a vége. De mondjuk eddig ez nem volt. Nem érintettük ilyen formában egymást, akkor most legyen. Uh -huh. Ö, úgy nézzünk meg egy filmet, ahogy eddig nem. Tehát, hogy Ilyenkor mit, mit csinálunk? Megnézzük, hogy a pár egyébként hogy él. Milyen rutinok mozgatják az ő életüket. És akkor ezekbe a rutinokba próbálunk valami újdonságot behozni. És ahogy mondom, nem a szexel kezdjük, mert ebből ilyen tényleg ilyen elképesztő nevetséges helyzetek tudnak kialakulni, ami inkább, még inkább szétviszi a párt és nem közelebb hozza, hanem, hanem valahogy, hogy kezdjünk el e, új, közös, Tevékenységeket csinálni, megváltoztatni ezeket a napi mókus szintű rutinokat, és mondjuk ismerkedni a másikkal például. Tehát, hogyha nem tudom, én a páromnak van egy olyan hobbi, amit, amit én eddig, amiben nem vettem részt, akkor most kipróbálom, milyen elmenni vele, nem tudom, én, hegyet mászni, mert neki ez a mániája, sose mentem. Uh -huh. Például. Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az előjáték az nem a hálószobában kezdődik, hát hanem mondjuk egész mondani, nap zajlik. A, az előjáték az reggel kezdődik, amikor elköszönünk egymást. Azt mondják, hogy azt hogy is az... olvastam egyszer, hogy az előjáték, hogy az előző orgazmus el végén, végén kezdődik a következő. De tudod, amiről beszélünk? Ez is arról szól, hogy hogyan tekintek a másikra. Készpénznek veszem el, vagy újra és újra minden áldott nap rátekintek mm. úgy, mint egy, egy, egy ismeretlen és izgalmas valakire, és kíváncsi vagyok rá, és hogyha ezt meg tudom őrizni, vagy meg tudjuk közösen őrizni, akkor akkor a, ez az izgalom, ez a szexualitásban is meg lesz, hiszen hogyha minden nap kíváncsi vagyok, az a másikra az egyfajta izgalmi állapottal jár együtt. Unal, unalmamban nem tudok kíváncsi lenni hát az egymást kizáró képén. Jó, figyelj, szerintem csináljunk majd egy adást az évad végén a szexről. Igen. Ja. Csak nem mert nem a, ki akarok mozgatni ebből, le, de nem csak a szexről. Én szóljon ez az erotikáról és a szexről, mert hogyha azt vállaltuk ebben a műsorban, hogy olyasmikról beszélgetünk, amit tabu és amiről nehéz. Akkor a szex se legyen. De legyen. A szex az hogy arról sem beszél. A frajdi Nem, legyen tabu. Ja, ne legyen tabu, igen, igen. jó, akkor a frajdi rosszul értelmezés. <laughs> szóval, hogy, hogy beszéljünk erről, mert hogy, hogy, ez szerintem állati érdekes, annál is inkább, hogy, hogy olvastam azt, hogy ugye a szex az nem egy dolog, amit csinálsz, hanem egy hely, ahová elmész magadban. Így van. Mondja ezt Eszter Perel, én nem akarom rongyá idézni, Fantasziát, de annyira ide. Élmények. De ez, 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 egy annyira jó mondat, hogy szerintem legyen erről egy külön rész, de akkor én most hajlandó vagyok a szexet elengedni, mert még van egy pár kérdésem, mit szerelem kér, témakörben. Kérlek szépen, ha már, ha már szerelmi mítoszokkal kezdtünk, akkor még egy párat ide a végére. Például az, hogy első látásra szerelem. Na ez mi? Ez hogy alakult ki, és miért szeretünk ebben hinni, és te hiszel ebben úgy, hogy, a tudomány embere vagy. Hát első látásra ismerősség. Aha. Ez van. És ezt Azért keverik össze a szerem, mert, mert nem tudod, hogy mi ismerős a másikban. Mert lehet, hogy a szája, lehet, hogy a, nem tudom, volt egy páncélás, ami azt mondta, hogy hogy utólag, amikor visszagondolt arra, hogy igazából mi volt, melyik volt az a pillanat, amikor azt érezte, hogy na, ez a, ez a pasi, hát ez mindent felülíremi eddig az életében volt, akkor kiderült, hogy az újjai formája ugyanolyan volt, mint az ő apukájának az újjai formája. Tehát, hogy fel lehetett göngyölíteni, akkor ezt nyilván nem tudta, de hogy emlékezett, hogy ránéztem a kezére, és aztán elfelejtette, hogy ott mi is történt valójában, mert tényleg ez egy ilyen szinte tudattalan bevillanás volt ennek az ismerőségnek. Ez tudod, mint a reklámokban, amikor azt mondták, hogy, vagy a filmekben így mondták, hogy így egy, egy pillanatra így felvillantanak egy-egy ilyen igen, reklámot. Jó, ja, egy, -egy képkockára. képkockára nem is veszed észre. Ígyben, nem is veszed észre. Na, ilyesmi, ilyesmi Aha. ez is, hogy így felismersz a másikban valamit, ami ami számodra jelentéssel bír, és onnantól kezdve akarsz közelebb és közelebb kerülni a másikhoz. És mennyire lehet mondjuk ennek a... Ennek az áramütésszerű, most itt idézőjelet mutogatok a kezemmel, dolognak, vagy vagy érzetnek a mögött, vagy érzet mögött az, hogy mondjuk saját magad, vagy a saját magadban szeretett, vagy a, a nagyra tartott, vagy tehát hogy a saját magadat ismered fel a másikban, érted? Amit mondok, tehát hogy, hogy, hogy valahogy, valahogy olyat tükröz vissza rád, ami neked tetszik magadról. Te a saját narcisztikus nárci, személyiség jegyeidet táplálja, Vagy egy mondjuk. olyan szükségletet elégít ki. Vagy egy Így szükségletet, van. ami nincs Így meg benned, de szeretnéd. Így van, abszolút, abszolút. Ez is benne, be, benne van abban, hogy úristen, felkapom a fejem valakire. Tehát ezek izgalmas dolog. Például, például ö, beszélgettem egyszer egy, egy férfi valaki, aki hát úgy... Magáról ilyen pozitív elképzelésekkel viseltetett. Szerette magát, Szeret, szerette Igen. magát, szerette magát, és az ő én ugye nagyon fontos szerepet játszott az, hogy ő kicsoda, ő mit ért el, ő hogy néz ki, és bizony volt egy olyan elképzelés, hogy az ő párja majd ezt még inkább megemeli ezt a, ezt a nagyságot, és hát választott egy nagyon szép nőt magának, aki akiről, ahogy ránézett, az volt az első gondolata, hogy uh, de irigyek lesznek majd a barátok, meg az ismerősök. A trófea. Hogy megvan a trófea. És ebből lett egy kapcsolat. Csak aztán néhány év után kiderült, hogy a két személyiség az olyan mélyen nem illeszkedik egymáshoz, hogy hiába a, a, a nőnek a szépsége erre nem lehet egy kapcsolatot építeni, hogy nem lehet vele elmenni az élet végéig, mert egyébként pedig semmi közük egymáshoz. És ennek évek múlva derül csak ki. Hát. Ez egy olyan történet volt, amikor évek múlva derült ki, mert hogy annyira szerette volna ezt a szép családot akarok, ezt az illúziót, amit magában dédelgetett arról, hogy majd hogyan kellene, hogy az ő élete kinézzen mások szemében, azt nagyon nehéz volt elengedni. De jó, hogy mondod ezt a, ezt a, dolgot, ezt az illúzió dolgot, mert hogy ez, ezzel kellett volna kezdenem talán, hogy, hogy mennyire szól a szerelem érzése, a projekcióról. Tehát, hogy mi, mi, történik? Tehát, hogy van, na, én, én, azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy, hogy találkoztunk valakivel végre, és akkor, is ezzel már egy kicsit előrevetítem a következő részt, ami egyébként a párkeresésről, meg az egyedül létről, meg a boldogságkeresésről fog szólni, hogy végre van valaki, aki így, így bejött a képbe, és akkor arra gyorsan rávetítek egy csomó minden. Ez így is történik valóban, hogy a szerelemnek az első időszaka az egy ilyen nagyon komoly projekciós időszak, amikor sokkal inkább látom a másikban azt, amit látni szeretnék, mint ami ő valójában. És egyszer egy kollégám azt mondta, hogy az igazi kapcsolat az akkor kezdődik, amikor a projekciókat elkezdjük lehúzni a másikról. Ehhez ugye, ahogy mondtuk itt az elején beszéltünk erről, kell egy bizonyos idő. Ez nem azonnal tud megtörténni. Tehát egy ideig tényleg ö, sokkal, sokkal inkább ö, torzított képet látunk. A kérdés az, hogy amikor ezeket a projekciókat már így húzogatjuk le a másikról, akkor meg tudjuk-e neki bocsátani? hogy ő nem az, mint aminek mi szerettük volna látni, és a, aki ő valójában, belé is belé tudunk-e szeretni. De, és akkor itt van megint egy izgalmas dolog, hogy... Azt is látjuk, hogy a hosszú távon jól működő, harmonikus párkapcsolatokban mindig van egyfajta ilyen pozitív torzítás. Szóval, ahogy a másikról van a nagy kép, amiben persze vannak nem tudom én hiányok, nem tudom én olyan dolgok, amiket nem szeretek a másikban, de mégis átitatja egy ilyen pozitív élmény megbocsátó vagyok a, a hiányosságaival szemben, a hibáival szemben, és, és nagyobb hangsúlyt fektetek a jó tulajdonságaira, és, és valahogy egy picit mindig fölülértékelem, és akkor felé kerekítek. kerekítek, és akkor tudnak jól működni ezek a kapcsolatok. Tehát amikor egy ilyen, egy ilyen szerető elnézéssel viseltetek a másik irányába, és, 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 és tél, tényleg, szóval, hogy ez, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy jó hosszú távon is jól tudjon működni. Szóval az illúziók kellenek, azokkal nem szabad végérvényesen és teljes mértékben leszámolni, de azt is tudjuk, hogy, hogy ezek, ezek alakulnak folyamatosan. Na, a végére még egy kérdésem van. Hányszor kell beleszeretni a párunkba, mondjuk 30-40 év alatt? nem minden nap. Nem árt minden nap. De azért az feladat. Ez feladat, persze. Persze, de újra és újra. Szóval, hogy hosszú időszakokat nem érdemes kihagyni beleszeretés nélkül, mert akkor egy idő után már lehet, hogy nem tudunk visszaszeretni. Na hát akkor jó munkát mindenkinek, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez a Beszélnünk el podcast. Orvostólt Noémit és Détót Krisztát hallgat, hallhattátok a VMN stúdiójából. Szerkesztőnk Filekovics Radojka nevében is köszönjük figyelmeteket. Jövő héten jövőnk. Sziasztok! Sziasztok!